Péntek hajnalban 2 óra körül érkeztek meg ide a Tiszavasvári úti esélycentrumba a háborúból menekülők. A busz Fehérgyarmatról hozta ide a családokat, akik egy Kijev melletti településről jöttek. Többen nagyobb bőröndel érkeztek, a tervek szerint hamarosan tovább utaznak egy másik országba. Éjszaka még nehézkes volt a kommunikáció az egyesület munkatársai és az ukrán menekültek között, mert nem beszéltek magyarul. Péntek reggel viszont már egy tolmács segített nekik. Hajnalban vacsorával várták őket, ébredés után pedig reggelivel készültek az esélycentrumba. A tegnap este folyamán 9 óra körül kaptuk a tájékoztatást, hogy valószínű fognak jönni, akkor kezdtük el arról gondoskodni, illetve 20 személynek volt elkészített helyük, ahol tudjuk őket, mozgássérülteket tudunk fogadni, de közben 44 főről volt szó. Így a katasztrófa védelem is besegített ágyakkal, illetve különböző eszközökkel, lepedővel, hálózsákkal. A most befogadott menekültek egy részét akár hosszabb távon is el tudják szállásolni az esélycentrumban. Másik részük viszont egy olyan helyiségben kapott most helyet, ami egyébként napi használatban van. A menekültek ellátásában a Nyíregyházi önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete is segít itt a Tiszavasvári úton.